Go Light! Több napos túra esetén nagyon nem mindegy, hogy mennyi cuccot viszünk magunkkal. Persze azt sem akarjuk, hogy valami kimaradjon és kellemetlen helyzetbe kerüljünk. Egy körülbelül 3 napos túrára én egy 30 literes hátizsákot szeretek magammal vinni. Bepakoláskor először az ivótasakot tesszük be, az kerül legalúra, én egy 1,5 literes ivótasakkal túrázom 3 napra, az kevés lenne, akkor ki lehet egészíteni 1,5 literes kulacsokkal. A legszükségesebbek: esőkabát, váltás, alsónemű és zokni. A zokniknál lehet trükközni, mert én merino gyapjú zoknikat használok, amelyek kevésbé büdösödnek, így egy zokni akár elég 2 napra is, amit persze nem mondja a feleségednek. Természetesen kell még póló, hosszújú póló vagy pulóver, és kell még egy hosszú nadrág, hogyha rövid nadrágba mész. Én egy vékony, nagyon kicsire összehajtható hosszú túranadrágot viszek, nekem nincsen lecsatolható szárú túranadrágom, de az amúgy is már annyira 80-as évek. Pro tip, a pizsama kérdése: én nem pakolok be külön pizsamát, hanem mindig a következő napi pólót és alsónadrágot használom, így nem kell plusz cuccot vinni, viszont az ágyba tiszta ruhába fekszem be. A ruházaton kívül fontos, még kellhet még minimális neszeszer, kinek mi a fontos: fogkefe, fogkrém, szúnyogriasztó, naptej, az mindenképpen kell, kellhet még elsősegélycsomag, amiben ugye leukoplasz, hanzaplasz mindenképp legyen, meg fertőtlenítő, a bicskát ki ne felejtsétek, és ami a legfontosabb, a kotyogos kávéfőző és a hozzávalók, a kempingászfőző és a gyufa. Az iratokat azt a titkos zsebbe rakom, azokat a dolgokat, amik útközben kellenek, azokat meg a felső zsebbe fogjuk bepakolni. Hogyha esős az idő és az esőkabátot fellevesszük napközben, akkor az kívül a hálós részen is tudjuk tárolni, amikor éppen nincs rajtunk. A sapkát, a szemüveget, napszemüveget nem kell bepakolni, mert az mindig rajtam lesz. A telefonom pedig a média zsebbe kerül, ami ezen a hátizsákon szépen, plüssen ki van bélelve, úgyhogy nem karcolódik meg még akkor sem, hogyha por jut bele. És ha mindent belepakoltunk, jól megtöltünk, egy ilyen 30 literes táska nem lesz olyan nehéz, hogy megterhelő legyen akár több napos túra esetén sem. Drágám, a pulcsimat is tedd már el, tudod. De minek? Hát 35 fok lesz. Tudod, milyen kis fázós vagyok. Köszi. Jó, hát ha ügyesen pakolsz, akkor még ez is befér. Szívem, a neszeszeremet hol rakja? Hát de hogy hova? Hát a táskádba. Nem fér el, tedd már el, lesz nekem, légy. Jó, hát ha ügyesen pakolsz, akkor még ez is befér. Drágám, a kaját hova teszed? Hát a táskádba. De nekem már ott nincs hely. De ez már nekem se fér be. Akkor van ott az a nagyobbik hátizsák, azzal a szép narancssárga csíkkal az oldalán. Az az Easy Fit állító heveder. Mindegy, jó, akkor viszem azt. Én is a kis zsákkal akartam menni. Drágám, igazad volt, tényleg elég a 30 literes hátizsák. Ja, elég.